Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával az Anime & Japan Critics! Majdásomban ismét egy fantáziadús és igazán humoros töltettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint az Oredake Haireru Kakushi Dungeon. Az Oredake Haireru Kakushi Dungeon műfeltekintve a fantasy, illetve az ecchi kategóriájába tartozik. Maga történetünk legelőször 2017-ben jelent meg, egyidejűleg Meguru Seto révén novella és light novel kiadványként, amelyből imáron a light novel a 6. köteténél tart, majd későbbiekben szintúgy Meguru Seto kiadta 2018-ban az imáron a 6. köteténél járó manga kiadványt. Ám végül ezeket követően megjelent a mai fő témánk is, maga az anime, amely végül 2021. januárja és márciusa között 12 rész és 14 special jó voltából jelent meg, amelynek készítői nem mások voltak, mint a rendező Kenta Onishi, illetve a forgatókönyvíró Kenta Ihara. Történetünk egy a mágia által uralt világban veszi kezdetét, melyben az emberek lehetőségeit a származásuk befolyásolja a leginkább. Főszereplőnk az ifjú kislemes, avagy albáró Stagia Noir, szintén ezen rendszer áldozata lenne, lévén, hogy az arisztokrácia legalsóbb szintjén áll. Azonban egy különleges képessége révén hamar megerősödik, és számos tudásra is szert tesz, melyek nagyban segítik az ifjú előrébb való jutását az életben, mely rengeteg elismerést és kalandot is lehetővé tesz a számára, és ezen kalandok során számos bajtársa is szert tesz, közöttük is a csak általa ismert titkos kazamata rabjára, avagy mesterére, Servant Oliviára, az őroroszlánra, Toramarura, gyerekkori szerelmére, Brightness Emmára, a Szentre, Lunára, avagy a C-recepciósra, Lolára, akikkel közösen számos csodát tesznek lehetővé, mely a boldogságukhoz és későbbi szabadságukhoz vezeti el őket. Összességében nekem tetszett ez a történet, mely kellően humoros és érzelmes is volt egyben. Tetszett benne az erotikus humor, mely kellően ízléses maradt, valamint az olyan háttérkarakterek is, mint főhősünk húga Alice és tanára Elna, de az olyan fontos háttérkarakterek is, mint a tékozló apa, avagy a hercegnő, Maria és kísérője Amane is. Így ha ezek alapján kéne, illetve a jó képi és hangvilág alapján értékelnem, akkor az Oredake Haireru Kakushi Dungeon egy 10/9-es sztori lenne nálam. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!